A Kecskemét City Balett előadásával kezdődött szombaton a Neumann János Egyetem kampuszán a Bagoly Egészségház 30. évfordulója alkalmából megrendezett gálavacsora. Az eseményen az egészségház vendégül látta munkatársait és együttműködő partnereit. A rendezvényen elhangzott, az elmúlt években több mint 200 millió forint értékben hajtottak végre beruházásokat saját és uniós források felhasználásával, hogy betegeiket modern környezetben fejlett eszközökkel gyógyíthassák. Olyan tartalékokat és forrásokat teremtettünk, melyek alapjai lesznek új ellátási szakterületek indításának, eszközparkunk folyamatos fejlesztésének és jövőbeni terveink megvalósításának. Fontos célunk teljesült azzal, hogy tovább mélyítettük a szociális szférával kialakult egyedülálló partnerséget, melynek keretében továbbra is több száz fő napi gyógyszerellátását biztosítja patikánk. A gála vacsorán bejelentették, pár év múlva megszületik dr. Pongrácz József alapító álma, Kecskemét első magánklinikája, amely egynapos sebészeti szolgáltatásaival várja majd a betegeket, két műtővel és 16 ágyjal. Kecskemét városi önkormányzata nagy segítséget nyújtott a megfelelő helyszín megtalálásában és a finanszírozási rész kidolgozásában, ezért hatalmas köszönetet szeretnék mondani polgármesterasszonynak és mindenkinek, aki jelenleg is dolgozik a megvalósításon. Ezzel a régióban egyedülálló egészségügyi szolgáltatással lehetővé válik számunkra, hogy magas színvonalú sebészeti szolgáltatást nyújtsunk pácienseink részére, anélkül, hogy végig kellene várniuk a várólistákat. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester kiemelte, egy nagyon komoly együttműködést dolgoztunk ki, melynek eredményeképpen városunk szívében egy új városnegyed kellős közepén épül majd meg a Bagoly Klinika, amire azt gondolom, hogy méltán büszkék lehetünk egy pár év múlva, mire teljesen beépül a környezet, és a kampusz is befejezi a második ütem fejlesztését. A Bagoly működésének elmúlt 30 éve nagyon sok sikert hozott. Ezek alapján a városvezetés további együttműködéseket szeretne kialakítani önökkel, és bízunk abban is, hogy a Rudolf laktanyán túl, a Bagoly egészségházon túl, még egy harmadik területen is, esetleg a Homokbányán is találunk újabb lehetőséget arra, hogy hogyan kapcsolódjanak be a város egészségügyi szolgáltatásába. A vacsorát követően a Bagoly Egészségház vezetése ajándékkal jutalmazta az alapítás óta náluk dolgozó és még mindig aktív kollégákat. Az este műsorvezetői Danyi Judit Magyar Arany Érdemkereszt díjas és Hegedűs Zoltán Jászai Mari díjas színművészek voltak.